A Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 44 hetedikes diákja 5 felejthetetlen élményekkel teli napot tölthetett Erdélyben a Határtalanul programnak köszönhetően. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott program célja a magyar és külhoni magyar kapcsolatok építése és elmélyítése. Az állam támogatásával megvalósuló kirándulások azt a célt is szolgálják, hogy a gyerekek a szomszédos országok magyar lakta területeit megismervén személyes tapasztalattal gazdagodjanak történelmünkről. Az erdélyi túráról Somogyiné Kovács Andrea pedagógussal beszélgettünk. Kezdetben ezt a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT indított el, de idén már a Emberi Erőforrások Minisztériuma átvette ennek a pályázatnak a fenntartását, és tulajdonképpen a célja, hogy ne legyen olyan diák, mire kikerül az iskolából, hogy ne járjon valamilyen külföldi magyar lakta területen. Tehát ennek szellemében szervezzük mi is az utakat, tehát a célállomás mindenképpen olyan határon túli ország, ahol nagy számban él magyar lakosság, és tulajdonképpen azt kell a gyerekekkel megértetni, hogy nem csak szűkebb hazánkon belül, hanem a határainkon kívül is nagyon sokan élnek magyarok, és ez számukra nagy élmény, hogy magyarul lehetett beszélni itt is, ahol jártunk most. A diákok az 5 nap alatt folyamatosan túráztak, hiszen a magyar kultúrához köthető nevezetességek mellett Erdély természeti csodáit is megtekinthették. Igyekeztünk minden olyan értéket, ami elérhető közelségben van és a magyar történelem szempontjából fontos megmutatni őket. Idegenvezetőnk nem voltak, hiszen a gyerekeknek kis előadásokkal kellett készülni, tehát minden fontosabb történelmi emlékhelynél, magyar vonatkozásnál ezt felelevenítettük, úgyhogy itthon már ők felkészültek ebből, tehát jártunk Kolozsváron, Mátyás király kapcsán, jártunk Korondon, a népi fazekasság helyszínén, aztán Farkaslakán, Tamási Áron sírhelyét, szülőházát néztük meg, tehát nagyon sok olyan kulturális értéket is, és emellett természetesen a természeti értékeket, mert a Békásszoros, a Gyilkostó, ez mind-mind nagyon érdekes, és földrajzi szempontból is hasznos információt közölt a gyerekekkel. Az Erkel Ferenc Általános Iskola kiránduló diákjai osztották meg élményeiket és tapasztalataikat. Mennyire tetszett Erdély? Jó volt, nagyon szépek voltak a tájak, ahol voltunk, meg a nevezetességek is, minden jó volt, meg szép volt. Jó ötletnek tartod, hogy a határon túl tábor keretén belül fiatal diákok eljuthatnak más országokba? Szerintem igen, mert megismerik másoknak a szokásait is. Mi az, ami tetszett ebben a pár napban leginkább? Hát nagyon tetszett, hogy sok helyen voltunk kirándulni. Például nekem a medvetó az nagyon tetszett. Fel tudnál-e néhány helyszínt sorolni, ahol jártatok? Medvetó, Szent Annató, Gyilkostó, a borvíz forrásnál is jártunk. Rengeteg nagyon szép helyen, Korondon. És mit gondolsz, hol tudod ezt kamatoztatni, ezt a tapasztalatod, vagy ismeretedet, amit most szereztél? Szerintem az élet bármelyik terén jó jöhetnek még a tapasztalataink. Szerintem ez egy kulturális, inkább a kultúrához tudnám hasznosítani, művészet, történelem. A tanulmányait során beépül ez a tanmenetbe, amit most itt láttatok, hallottatok? Szerintem igen, mert Erdély az a tananyagunk úgy olyan része, ahol nem csak kulturális, hanem a maga a táj szépségét és magát, az állatokat is látjuk. Így megismerhetjük őket közelebbre, és magát a természetet is. Tananyagban hol tudjátok hasznosítani a látottakat, hallottakat? Biológiában, ugye ott az állatokról, a tájakról, földrajzból is, mert rengeteg szép és gyönyörű helyen jártunk, és történelemből is, mert mikor látogattuk a templomokat, volt ilyen kis előadás, és rengeteg érdekes dolgot hallottunk a történelemmel kapcsolatban. A kirándulás tehát elérte a célját a gyerekeknél, így nem csoda, hogy az Erkel Ferenc Általános Iskola a jövőben is megpályázza a Határtalanul programot.
Szeretnénk pályázni, konkrétan a jövő év az már kimarad az életünkből, de 2 év múlva ismét szeretnénk menni. A célország az még nincsen meg, és hát remélem, hogy a támogatás továbbra is biztosított lesz, sőt úgy hallottam, hogy még emeltek is a megpályázható összeg keretein, tehát mindenképpen jó ötletnek tartom, hogy lehetőséget biztosítanak minden diáknak, hogy egyszer eljusson ilyen szervezett keretek között a határon túli magyarsághoz.